Több lakossági bejelentés, panasz érkezett egy közös képviselőről, aki Hajmáskéren társasház kezelőként tevékenykedik. Jelenleg pedig itt vagyunk a Veszprémi járásbíróságon, ahol pont az ő ügyében, mint felperes, rágalmazási eljárás indult, ahol első fokon elvesztette a pert. Jó napot! Ehhez nincs joga. Csak kérdezni szeretnék. Mondom, ehhez nincs joga. Csak kérdezni szeretnék. Úgy látszik, a közös képviselő nem csak a lakókkal nem akar beszélni, akitől a fizetését is kapja, hanem velünk sem óhajt kommunikálni, így elmegyünk a helyszínre, Hajmáskérre. Mai napon volt egy tárgyalása. Ez miből fakadt, mi volt a vád, és mi lett az eredmény ennek? Ez egy rágalmazási per volt, és annyit jegyeztem meg a közös képviselőnek a bíróság előtt, hogy eltűnnek a pénzek, vagy el van sikkasztva. Pestre kellett felmennem ügyvédet fogadni erre a rágalmazási perre is, mert itt próbálkoztam legalább vagy 10 ügyvédnél. Megkérdezték, hogy ki lesz az ellenfél, mondtam, hogy a főcénynél Emese, ne haragudjak, már volt ügyfele, Emese ellen nem. Ez jellemző egyébként a közös képviselőre, hogy perrel fenyegetőzik? Hát igen, igen, jellemző mindenkit. A közös költség az egy központi kérdés mindenhol, és hát ugye azzal illik elszámolni. Ezt egyrészt mondja a társasházi törvény 47. paragrafusa, 48. paragrafusa, valamint az 51 per B paragrafusa, ahol ezek nagyon szépen le vannak írva, meg még sok minden más, de mondjuk ezek a lényegek, hogy el kell számolni. Na most, hogyha egy közös... Ön úgy tapasztalja, hogy nem számol el? Nem számol el, nem számol el vele. Magyarul nem tudjuk, hogy mi történik anyagilag a társasházban. A közgyűlésen, a választó közgyűlésen fel kellene hatalmazni a közös képviselőt arra, hogy mi a feladata. És ezt írásba kellene vele közölni a közgyűlés után. Tehát ez egy megbeszélés kérdése. Milyen összegig beruházhat, milyen összegig dönthet egyedül, egyáltalán hogyan kell ezeket a dolgokat rendezni, ha valamit nem ért, akkor hívjon segítséget. Tehát nincs munkaköri leírása. Tehát innentől kezdve azt csinál, amit akar. Például önállóan nem alkalmazhat embereket, csak úgy, hogyha a közösség megbízza. Na most hát itt ilyen nincs. De akkor gondolom, önállóan megbízott embereket, illetve voltak olyan beruházások, amit ön kifogások? Hát csak ilyen van nálunk, csak ilyen beruházások vannak, de mert... akkor nem kéri semmiről ki a véleményét a lakóközösségnek, a közös képviselő? Hát nem. Máshol mindenütt, Veszprémben, Palotán, a környéken mindenütt alkalmazzák a rezsicsökkentést a lakók felé, alkalmazzák a fűtés megtakarítást. Itt Hajmáskéren nem. Megkerestem ez ügybe a polgármester urat, jegyzőnőt, mindenütt falak bőtközünk. Tehát itt akkor a hátszel a közös képviselőnek, hogy egyszerűen nem lehet ellene semmit tenni. 2019. szeptemberében költöztünk ide. Akkor felhívtam őt telefonon, elmondtam, hogy albérletben fogunk lakni decemberig, addig az eladónak, a tulajdonosnak rendezzük az albérleti díjat, a rezsiket ő fogja felé rendezni. December 18-án felhívtam, hogy megvásároltuk az ingatlan, teljesen ki lett fizetve. Az ő szavával élve az volt a reakció, hogy ez nagyon fasza, mert tartozás van a lakáson. Így megpróbáltam én időpontot egyeztetni. Ez körülbelül 15 telefonhívásomba került. A közös képviselő elzárkózott a személyes találkozástól. Az utolsó előtti ilyen időpontkérés arra hivatkozó, hogy vírushelyzetben nem csak velem, hanem senkivel nem hajlandó találkozni. És ő olyan boldog életet él, hogy ennek örömére egy nappal később a Facebookon élő videóban egy teljes házi bulit játszott a hajmáskéri lakosok, illetve a sói lakosok szórakoztatására, ahol ő szerepel a vendégeivel, semmiféle vírus helyzeti intézkedést be nem tartva. Most az előző tulajjal én egyeztettem, találkoztunk az ügyvéd úr előtt, aki megkötötte az adásvételi szerződést,
Ott a tulajdonos kijelentette, hogy ő neki soha nem volt tartozása, ő havonta utalta a pénzeket a közös képviselő felé, ő soha nem volt felszólítva, tehát ő biztonsággal kijelentette, hogy nincs tartozás a lakáson. A közös képviselő mégis követel. Le akar mondani a Jókai Egynek a közös képviselője, és megkereste ott az egyik lakót, és megfenyegette, hogyha nem őt válasszák meg közös képviselőnek, nemhogy meleg víz nem lesz, de még fűtés sem, mert ugyanis a kazánház az övéké. Hát itt is rendet kellene rakni a polgármester úr meg a jegyzőnőnek a házatáján, mert ugyanis én kikértem a földhivataltól a kazánháznak a tulajdoni lapját, és az mai napig a Hagymáskér közös önkormányzat tulajdona. Megfenyegetett szó szerint, amikor én rájöttem arra, hogy a kazánház az önkormányzat tulajdona, és egyik közgyűlésen szóvá tettem. És azt mondta, hogy amennyiben nem fogom be a számot, ő tesz róla, hogy befogják. Bárhova fordul az ember, segítségért, ott igazából nem kap segítséget, mert hogy miért, mert azt nem tudom. Feltételezéseim vannak, de hát az egy dolog, de igazából nem kap segítséget. Tudomásom szerint a NAV-nál is járt az ügyel kifolyólag, annak mi lett az eredménye? Jártunk a NAV-nál, az volt, hogy átadják a rendőrségnek, rendőrség megállapította, hogy semmi gond nincs. Hát ha nincs, akkor nincs, hát rendőrséget felülütni így nem lehet. A jegyző, hát most nem szívesen mondom, hogy nem ért hozzá, de nem ért hozzá, holott ő az elsőfokú joghatóság. Hát ő a felügyeleti szerv. Gyakorlatilag nincs gazdája a társasházak elszámolásának. Nem lehet számon kérni a közös képviselőt, hogy mit csinál a pénzzel, mi történik, és egyáltalán hogy van ez az egész. És kik állhatnak még mögötte? Hát véleményem szerint a polgármester úr nagy vonalakba, és a polgármesternek a parancsára gondolom beállt a sorba a jegyzőnő is. Nagyon kevés az a lakó, az a lakás, akinek a lakása nincsen beterhelve adóssággal. Itt olyan adósságokról beszélünk, hogy van 3 millió forintos tartozás, 2 millió forintos tartozás, egyik lakó nincs felszólítva, nincs kiadva ellene fizetési meghagyás. Én lakóktól kaptam olyan információt, hogy létezik egy KFT, egy IQ licit KFT. A lakók ezt nagy valószínűséggel a közös képviselőhöz kötik, ugyanis amikor van egy ilyen nagyon eladósodott lakás, akkor megjelenik a KFT-nek a képviselője, ajánlatot tesz a lakónak, hogy kifizetik a tartozását, illetve valamilyen összeget még ajánl ennek fejében. Így a lakás megvásárlásra kerül, és napokon belül, amit megvesznek 3, 4, meg 5 millióért, az 12 millió forintba kerül a hirdető oldalakra. Ki lehet jelenteni lassan akkor azt, hogy Hajmáskér lényegében egy bűntanya, mert mindenkinek van valamilyen fogóckodója és kimentője. Ugye itt a jegyző is részben bűnös ebben az esetben, illetve a polgármesternek is lehetnek bizonyos szálai itt a közös képviselővel kapcsolatban. Az előbbi riportokból is jól látható, hogy a közös képviselők hogy tudják megvezetni esetlegesen az ott lakókat, arra vonatkozólag, hogy mire is fizetik be a közös költségeket és az egyéb költségeket, és hogy azoknak a pénznek a mozgása nem mindig visszakövethető. A törvényeket nem mindig veszik magukra a közös képviselők, és nem tartják be a hivatalos utakat. A pártunkhoz már több hasonló eset is beérkezett, nem csak innen Hajmáskérről, amikben a közös képviselők munkáját, illetve a nem megfelelő munkavégzését kritizálják az ott lakók. Az előbb felvázolt ügyben pedig meg fogjuk vizsgálni a dokumentumokat, és a szükséges jogi lépéseket meg fogjuk tenni.